Jó estét kívánok! Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet ügyvívő szakértője vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Dessewffy Zsolt, Dessewffy Arisztid 1848-49-es honvéd tábornok, aradi vértanú egyik oldalági leszármazottja. Idén emlékezhettünk meg Dessewffy Arisztid születésének 220. évfordulójára, hiszen ő 1802. július 2-án született. Ennek apropóján is ülünk most itt a stúdióban Zsolttal, és legelőször is talán azt kellene tisztába tennünk, hogy a Dessewffy család az milyen múltra tekintett vissza. Tehát neked milyen információid, milyen adataid vannak a családról? Legelőször is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Dessewffy család ez 2010-ben ünnepelte fennállásának a 800. évfordulóját, ami nem azt jelenti, hogy 800 évesek voltunk, hanem a család legrégebbi dokumentumokkal is igazolható őse. Cserneki Aziszló 1210-ben született, 1241-ben a Muhi csatában esett el, és egy jó darabig ugye a Cserneki családként tartották számon a családot, Csernek vára neve alapján, Pozsega vármegyében, és utána, amikor a Cserneki család több ágra szakadt, akkor a Cserneki Dezső, illetve annak leszármazottai fölvették a Dessewffy nevet, és ugye a 1470-es évektől mind Dessewffy család élünk. És akkor térjünk rá magára Dessewffy Arisztidre, hiszen ő benne az egyik legkiválóbb 48-49-es honvéd tábornokot tisztelhetjük, ráadásul egy kiváló huszártiszt is volt. Ugye valamikor 16 esztendős korában valószínűleg a családi katonahistóriák hatására döntött arra, hogy magára ölti a császárnak a kabátját. Ugye ekkor lépett be a császári királyi hadseregnek az állományába, és ugye először a tüzérségnél kezdte meg a szolgálatát, illetve az aknászkarnál is szolgált egy darabig, és utána került az 5. huszárezrednek az állományába, és ugye a békeidőkből adódóan igen lassan haladt elő a ranglétrán, hiszen kb. 17-18 esztendő után jutott el a főszázadosi rendfokozatig, és 1839-ben lépett ki a császári hadseregből, tehát mint egy kvietát, ugye ez egy korabeli szóhasználattal élve. De ezt követően ő a civil életben helyezkedett el, ugye birtokos tömesként gazdálkodott Eperjes környéki birtokukon, és meg is nősült. Mit lehet tudni az ő első házasságáról? Hát az első házassága egy szerelmi házasság volt, csak sajnos a családja elhalt a tüdővészben. Ugye 5 gyermekük született, és az unokahúgát vette feleségül. És mindenki meghalt a gyerekei közül. A feleségével ő Itáliába utazott, hogy az ottani klíma, hát ha jót tesz a feleségének, hát sajnos nem, és ott is lett eltemetve a felesége. Ja, pontosan 1847-ben halt meg neki a felesége. Velencében is 23 esztendős volt, ugye Újházi Antóniáról van. Igen, és hát sajnos a síremléke nem maradt meg, mert ott ugye több ilyen árvíz, meg tengeri áradás, az elmosta azt a temetőt, ahol nyugalomra helyezték. Ennyit el tudni. Talán még a katonai pályájáról azt érdemes tudni, hogy a családnak ő a katonai ágából származott, tehát már dédapja Dessewffy András, aki a 7 éves háborúban részt vett, meg az ő felmenői Dessewffy István, meg a Dessewffy Imre huszártábornokok, tehát ő abból az ágból származik, ahonnan ők is. Ez volt az egyik ok, de a másik ok, hogy katonai pályára állt, hogy nem ő volt az első szülött fiú ugye a családban. Na most ugye a kor szokásai szerint ugye az örökségnek a jelentős része az első szülötté volt, a többiek azok csak aprólékot kaptak az örökségből. Most, hogyha meg akart élni, vagy előre akart jutni a társadalmi létrán, akkor ugye vagy katonának állt, vagy hivatalt vállalt, tehát igen. Nem volt az, hogy megörökölte automatikusan a birtokot. Ugye Dessewffy, tehát ugye 1848 tavaszán ugye özvegyember volt, és ugye 1848 igen. Őszétől kerül be az újonnan megszervezett honvéd hadseregbe, pontosabban ugye nemzetőr őrnagyként, mint a Sáros vármegye Kisszebeni járása nemzetőr zászlójának a parancsnoka. Az ekkori ténykedéséről őrzötte meg valamit a családi legendárium? Nem igazán tudok róla, hogy megőrizte volna. Itt inkább az játszhatott közül, hogy ugye az uralkodó az áprilisi törvényekkel szentesítette a nemzetőrségek megalakulását, meg hogy legyen egy álló fegyveres erőt, tehát ő teljesen törvényesen vállalta el a kiképzését, ugye, mert ő felelt a kiképzéséről nagy rangban, és amikor ugye az első harcok kitörtek, akkor gyakorlatilag védekező harcokat folytatott, legalábbis én úgy tudom. Hát igen, így van, amikor ugye Schlick, a félszemű császári ravasztróka betört a Duklai hágónál, ugye 1848 decemberének elején, akkor Dessewffy Arisztid a felső magyarországi szerveződő félben lévő hadtestállományába került, és már részt vett a december 11-én magyar vereséggel záruló budaméri ütközetben, Lehet tudni a korabeli visszaemlékezésekből, jelentésekből, hogy a visszavonások során ő mindig remekül megállta a helyét, tehát ennek azt lehet mondani, hogy úgy nagymestere volt, de mégis, hogy milyen ember volt Dessewffy Arisztid külsőre. Ennek kapcsán szeretnék egy idézettel szolgálni, méghozzá Irányi Dániel adott róla egy rendkívül remek leírást, aki ugye a márciusi ifjak egyike volt. Ő a következőket írt a Dessewffy Arisztidről. A középnél valamivel magasabb termetű, válas, és kissé hízásra hajlamos erőteljes alkat. Koponyája alatt halántékait világos szőke haj fette, hasonló színű szakála és nagy bajusza katonás külsőt adtak neki, melyet azonban kék személynek szelíd tekintete mérsékelt. Ez egy igen szép festői leírás Dessewffy Arisztidról. Aztán, amikor parancsnokváltás van ott a már megalakult első hadtestnél, ugye Klapka György táborka részletes veszi át 1849 elején az első hadtestnek a parancsnokságát, ugye akkor Szemere Bertalan felső magyarországi teljhatalmú kormány biztos ezen szavakkal ajánlotta Dessewffyt Klapkának a becses figyelmében. Bátor, vállalkozó, nyugodt katona, és mint ilyen a haza és önbecsületére érdemes. Tehát azt hiszem, ezek nagyon szép és méltató szavak az ő. Igen, egy precíz volt a leírások alapján, tehát ez a higgadtság, ez onnan is eredt. Azt gondolom, hogy nála a műszaki katonának a műveltsége és a huszár virtus az nagyon jó elegyet képezett az ő egész katonai pályafutása során. Tehát ő pontosan tudott számolni, ki tudta számolni a következő lépést, fölöslegesen gondolom nem bocsátkozott harcba, és gondolom azért is volt annyira jó a visszavonulások fedezésében, mert pontosan tudta, hogy a támadók mindig hátrányban vannak a védőkkel szemben. Hát igen, de ha már a szabadságharc eseményének sűreibe vágtunk bele, azért azt is el kell mondanunk, hogy nem csak ő szolgált a 48-as honvéd hadseregben a Dessewffy család tagjai közül. Róluk esetleg tudsz-e valamit mesélni ezekről a rokonokról? Hányan voltak például? 16-18-an, most pontos számmal nem készültem, de volt közöttük hadbíró is, meg jogász, orvos és természetesen harcoló katonatiszt. Dessewffy Dénest érdemes úgy megemlíteni, mert ő egy igazi fenegyerek hírében állt a ugye ő a 12. Nádor huszárezrednél szolgált, mint hadnagy, és 1848. október 4-én Séter Lajos főszázados parancsnokság alatt 50-valahány huszárral meg is szökött Magyarországra, és sikeres volt a kísérletük. Pontosan, és Herman Robert elmondása szerint ott néhány polgármestert igencsak föl kellett képelni, mert föl akarták őket tartani, akkor már körözés alatt volt az alakulatuk, és egy ilyen igazi, tehát ő az a manapság úgy mondják, hogy vagány volt, belement mindig a sűrjébe, amikor például egy dzsidával a testében kergetett meg vasasokat, az ugye egy de az 1849. június 16-án Csordánál történt a Csordani ütközetben. Az is jellemző, hogy amikor a Dessewffy Arisztidnek ugye a második feleségével volt az esküvője, ami egyébként itt Pesten a bazilika helyén lévő templomban volt, akkor még nem volt bazilika. Ugye 1849. július 5-én a nyári hadjárat kellős közepén. Igen, akkor addigra már a császári csapatok elérték a Duna vonalát, és a Dénes, akit fölkért esküvői tanúnak, az gyakorlatilag egy császári hadtest vágta el Pestől. Most Dessewffy Dénes 4 huszár kíséretében átlovagolt az osztrák vonalakon, teljesítette a tanúi kötelezettségét, majd visszavonult ugyanúgy az osztrák vonalakon visszafele is, tehát nem nagyon aggódott az ellenség miatt. Ütni kell őket, nem számolni, tehát követte ezt a régi huszáros elvet. Tehát egyébként, ahogy én nézegetem a jegyzeteimet, ha jól számolom, akkor 17 Dessewffy szolgált a 48-49-es honvéd hadseregben. Igen. És azért a teljesség igénye nélkül még azért említsünk meg két nevet, hogy ezügyben megnézem az írományaimat. Az egyikük Dessewffy Imre, ő százados volt a 26. egri honvéd zászlói kötelékében, és Dessewffy Arisztidnek volt az egyik parancsőrtisztje. Vagy ott volt például Dessewffy Gyula, aki a 8. Kóbor huszárezrednél szolgált főhadagy rendfokozatban, és ő Dessewffy Arisztidnek a segédtisztje volt 1849-től. De ha már ilyen nagy számban voltak a honvéd hadseregben, az emberben fölmerül a kérdés, hogy vajon a császári oldalon voltak-e Dessewffyek. Ugye itt kicsit lehet árnyalni a képet, mert hogy a mai kor embere azt gondolja, hogy 48-49 fekete-fehér volt. Ez korán sem volt igaz. Na most a császári oldalon Dessewffy, de általában a magyar nemesség tagjai közül nem harcoltak, tehát tevőlegesen nem vettek részt a hadműveletben, még azok sem, akik egyértelműen az uralkodó hűségén maradtak. Ez tény. Az egy másik kérdés, hogy ők soha nem fogadták volna el Kossuthot meg a törvényes magyar kormányt. Az arisztokrácia nagy része az vagy elutazott Csehországba egy kis fürdőkúrára, mert éppen akkor jött rá ugye mindenki reuma. A császári seregben szolgálatot teljesítő magyar tisztek azok egyszerűen átkérték magukat az olasz frontra, nem voltak hajlandók magyar területre jönni harcolni, és hát ugye volt jó néhány ugye, helyi főnemes, aki nyíltan fölvállalta, hogy nem szimpatizál se Kossuthtal, se az egész, úgy hívták, hogy felkelés, és az egyikük volt például Dessewffy Emil, a Dessewffy József fia, gróf Dessewffy Emil, aki már az elején úgy nyilatkozott, március-április környékén legszívesebben fölkötné az összes kossuthistát, de a képhez hozzátartozik az is, hogy októberben a kastély parkjában 13 fát ültetett a 13 tábornok emlékére. Tehát nem volt ez annyira egyértelmű, mert a magyar nemességnek az jelentős része úgy képzelte el az ország fölemelkedését, hogy az belefér a Habsburg birodalom keretein belül egy personálunióba például, és ők ebben gondolkodtak. Míg ugye a republikánusok Kossuthtal az élen a mindenáron függetlenedésnek az oldalán álltak. És ez merekes úgy tudom a honvédseregben is keveredett, mert a tisztikar sem volt ebben egységes. Hát időről időre irányelveket kellett az ő számukra is egyébként kiadni, hogy megmaradjanak a magyar alkotmány hűségén, hogyha lehet így fogalmazni. De térjünk vissza a hősünkre, Dessewffy Arisztid honvéd tábornokra. Ahogy már említettük, volt egy remek huszártiszt hírében állott, legendás volt az 1849. február 18-ai kompolti rajtaütése például. Igen. Ugye, ahol az 5. Ójesperg vértes ezrednek egy osztályát kergette szét a huszárjaival. Most ennek kapcsán itt van előttem az ő jelentése, ennek a végéből idéznék egy pár sort, ami a rajtaütésnek a mikéntjére is valamilyen szinten betekintést nyújt a mi számunkra. Itt a következőket írt a Dessewffy. Őröket látván kiállítva, ugye Kompoltnál, azok a tüstént levágattam, és az éppen akkor már felkantározva volt lovaknál lévő vasasokat minden oldalról megtámadtattam, a készületben lévő és akkor már nyerekben ülő 3 szakaszra. Új Imre százados egyébként a 8. Coburg huszárezrednél szolgált, és 1848 őszén 97 huszárjával jött haza a galíciai területekről. Tehát Új Imre százados vezérlete alatt a Coburg huszárokkal támadást rendeltem. Ez alkalommal Új Imre százados mind vitészsége, mind ügyessége által magát különösen kitüntette. A támadás szerencsésen és eredményesen fejeztetett be, mert az ellenség minden oldalról megtámadva huszárjaink vitészsége előtt megfutamodott, azonban ellentállott, és több oldalról apró csatározások kerekedtek, ezek eredménye az ellenség részéről 36 mindenestől elfogott ló, fogoly 30-on felül, ezek közt 17 sebesült és egy főorvos tiszt is. 8 halott a csatatéren maradt. Az osztálynál 11 főtiszt közül csak 1 maradt seb nélkül. Tehát ennyi a rövid jelentés erről a bizonyos kompolti összecsapásról, amely a szabadságharc egyik legjelentősebb huszáros módon végrehajtott rajtaütései közé tartozott. De aztán nem sokkal később bekövetkezik a kétnapos kápolnai csata, de az a nem várt és döntőnek vélt összecsapás, hogy mind a két fővezér, tehát ugye mind Windischgrätz, mind pedig Dembinszki Henrik, az újdonsült magyar fővezér tervezte a döntő összecsapást, azonban nem ott és nem akkor, ahol összetalálkoztak. Ugye 1849. február 26-án. Ugye február 27-én vonulnak vissza a magyar csapatok, és ekkor történt meg, hogy Dessewffy a jobb szárnyon harcolt már dandárparancsnoki beosztásban, és az utolsó között hagyta el a csatateret. És még arra is volt gondja, hogy egy megsüllyedt tarack kimentésénél segítkezzen. Tehát el lehet mondani, hogy valóban az utolsók egyikeként hagyta el. Előjött belőle a tüzértiszt. Így van. Aztán jön a tavaszi hadjárat. A tavaszi hadjárat eseményei kapcsán van esetleg valami családi adoma vagy történet, amit el tudsz mondani? Sajnos Júla. Ilyen adomák nincsenek. Tehát a legnagyobb, vagy a legkomolyabb adom, amit hallottam még, amikor az öregek között ültem egy összejövetelen, hogy az ő dédapja még a Dessewffy Arisztidnek volt a jó barátja. Ez egy másik Dessewffy. Hát ennyi, tehát Isten igazándiból nem maradt róla fönn így a családi szinten. Tehát az, amit az Éble Gábor könyvben olvashat az ember, vagy amit ilyen hadtörténeti munkákból ugye meg lehet találni, azok maradtak nagy részt. És érdekes, de akik a margonyaiákból származnak onnan Dessewffy Arisztid, ők se nagyon tartanak fönn. Azt tudom, hogy a Druszánnál, másik Dessewffy Zsoltnál, neki a lakásában megvan az a festmény, amit a leghitelesebbnek tartanak róla. Arra volt egy érdekes történet, hogy Herman Robert kereste 2 éve, vagy 3 éve, hogy tud-e valaki valamit erről a festményről, mert hogy keresik egy könyv illusztrációhoz, de maga a festmény az eltűnt az eperjesi evangélikus gimnáziumnak az aulájából. Mondom, várjál, mondom, megkérdezem a családi csoportban. Kiírtam, 2 perc múlva jött a privát válasz Druszántól, hogy itt van a nappaliban. Mondom, miért nem mondtad, miért kérdezted? És ott volt évek óta. évtizedek óta. Tehát ez egy ilyen érdekes sztori vele kapcsolatban. Aztán utána sikerült lefényképezni, és azt felhasználni, azt a fényképet, de Isten igazán ilyen konkrét részletek nem maradtak fenn. És az a festményen egyenruhában látható? Igen, és az akkori családtagok véleménye szerint a leghitelesebb. Hát olyan látni, hogy egy ilyen robosztus, nem egy ilyen kis zsoki alkat volt, és tényleg a szeme se állt jól, szóval az igazi, az a csalafinta huszártiszt szeme volt. Akinek azért a vitészségét honorálták megfelelő módon, hiszen ugye a tavaszi hadjáratban már hadosztályparancsnokként szolgált 1849 áprilisától, és április 10-ig után megkapta a magyar katonai érdemjelnek a harmadik osztályát, a második osztályát pedig a nyári hadjárat folyamán. Ugye viszonylag későn 1849. június 1-én lett tábornok. Akkor lépett elő Görgei javaslatára tábornokká, és ugye először a tartalékhatest parancsnokává akarták kinevezni, aztán végül a felső magyarországi hadsereg 9. hadtestének lett a parancsnoka, és amikor betörnek az oroszok 1849. júniusának közepén, június 18-án, akkor tud ismételten brillírozni, hiszen ők tartóztatják föl a magyar alföld felé előretörő cári fősereget. És ekkor van az, hogy a magyar lovasságot Dessewffy Arisztid nagyon remek módon tudja vezetni, és egészen Pest határáig tudnak hátrányt, tehát addig lassítják a cári főseregnek a betörését. Ekkor kerül sor az ő esküvőjére, amit már említettünk, tehát 1849. július 5-én, és utána nem sokkal később a középtiszai hadsereg lovassági parancsnokává nevezték ki, ugye ennek volt Perczel Mór tábornok a parancsnoka, és itt következik egy nagyon érdekes dolog, amiről mindenképpen beszélnünk kell, az 1849. július 20-i turai lovassági ütközet. Na, ez egy nagyon jelentős pillanat volt Dessewffy Arisztid életében, hiszen ő teljes tábornoki gála egyenruhában vetézt ebben az összecsapásban. És fehér köpenyben, a mellén nagy kereszttel. Így van, a márciusi ifjak közül egy másikat is hívhatunk ezügyben segítségül, ő pedig nem más, mint Degré Alajos, aki a 16. Károlyi, Kárhogy, ahogy csúfolták őket, tehát Károlyi huszároknál szolgált, és ott volt a turai ütközetben. Aztán később ugye leírja azt, hogy amikor már orosz fogságba kerülnek, akkor egy orosz huszártiszt szólítja meg, aki ott volt Turánál, és a következő párbeszéd zajlott le közöttük. Azt mondja, hogy Zerinden megszólít egy Olga huszár kapitány. Mi ismerjük egymást. Azt hiszem, kardjaink találkoztak. Mégpedig derekasan mindkét részről. Ugye Turánál? Amint az egyenruhájáról látom, igen. Én is arról ismertem rád. Ej, csak azt a püspököt láthatnám, aki ott veletek harcolt. Az valóságos halál angyala volt, oly írtást vitt végbe. Velünk, püspök? Igen, veres díszben, mellé a nagy kettős kereszttel. Visszagondolkoztam. Á, tudom már, az nem püspök, hanem Dessewffy tábornok volt. Na hát itt lehet látni, hogy a kitüntetés alapján nézték, illetve hát a vörös huszártábornak egyenlő alapján is püspöknek vélték a cári huszárok, a Dessewffy Arisztid tábornokot. Aztán utána ugye ő is Aradra kerül a szabadságharc katonai vereségét követően, ugye először Törökországba akar menekülni, aztán az egyik egykori ezredtársa, a Lichtmünstein herceg altábornagy levelet küld neki, amelyben megírja, hogy ha feladja magát, akkor közbejár az érdekében, tehát hogy az életét megpróbálja megmenteni. Tegyük hozzá, hogy a Lichtmünstein valóban megpróbált minden követ megmozgatni az ő érdekében, azonban Haynau táborszerv nagy etére hajtatatlan volt, és ennek eredményeképpen ugye 1849. október 6-án ő is azok közé tartozott, akiket kegyelemből az aradi vásárcokban por és golyó által kivégeztek. Annyit még mondjunk el, hiszen lassan lejár a műsoridőnk, hogy Dessewffy Arisztid az utolsó éjszakáját az aradi várbörtönben édesdeden átaludta. Ugye amikor Baló Benjamin református lelkész rányította az ajtót, akkor álmából keltette föl, és akkor mondta a leonidászi hősiességű tábornok neki, hogy tiszta lelkiismerete ezért tudott nyugodtan aludni, és akkor mondta ezeket a veletes mondatokat, hogy nekem a halál semmi, sok ezer halál lebeget körültem a csatában, csak nőmtől megválni itt oly nagyon szeretek, ez fájdalmas. Igen, neki is volt ugye érzékeny pontja, meg hát végignézze egyébként az egész katonai pályafutását, sőt, én kivonatokban olvastam valami a peranyagából is, ami már legalábbis ami akkoriban fölkerült így a hálóra. Hát eleve őt is egy koncepciós per alapján ítélték el, és ezt mindenki tudta, tehát még szerintem Haynau is. És olyan tábornok volt, akinek nem igazán tapadt a nevéhez negatív cselekedet, semmi. Tehát amikor visszavonulást kellett fedezni, akkor visszavonulást fedezett, amikor ott volt a lehetőség, támadt, ugyanúgy, mint hadtestparancsnok vezényelte a gyalogságot, ami ugye egy külön szakma volt az akkori idő években, és egy pontos, precíz, megbízható, sőt mondhatjuk azt is, hogy lovagias volt, az más, hogy néhány vértes ezrednek a rémálma volt közben. Igen, azt hiszem, hogy ez zászónak is nagyon megfelelő, amit most elmondtál, Zsolt. Azért még annyit említsük meg, hogy Dessewffy Arisztid holttestét valóban regényes körülmények között 1850-ben menekítették el Aradról, és került Margonyára a családi kriptába. Ez egy külön történet lenne, más alkalommal talán tudunk erről is beszélni, hogy mint történt ez a kalandos holttest menekítés. Ugye 1849. október 6-ára emlékezünk a mai nap, nemzeti gyásznap lévén, és vélemény szerint méltó módon idéztük meg nem csak a Dessewffy Arisztid honvédtábornak huszáros jellemét, hanem rajta keresztül az Aradon kivégzett többi vértanú emlékezetét is. A mai vendégem Dessewffy Zsolt volt, akivel Dessewffy Arisztid honvédtábornokról, a Dessewffy családról és 1848-49-ről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket az este mai házigazdája, Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet ügybívő szakértője. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.